Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. A jelenlévők között most van egy Ausztráliában élő tanulónk is. Én Matuska Barbi vagyok. Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Matuska Zsolt vagyok. Mi vagyunk a PPA egyik hatos szintű vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens volt, mára a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek férjemmel és kislányunkkal. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert az életemben nagyon nehezen boldogultam a párkapcsolat és az anyagiak területén. Akkor még abban a tévhitben éltem, hogy ezen a két területen boldogulok nehezen. Közben életem összes területén volt, mit tanuljak. A párkapcsolat területéről csak annyit, hogy 11 nap házasság után rájöttem, hogy hát ez nem volt az én... Nem velem. Csak hogy megtörjem a csendet. Akkor nem volt ennyire vicces, de így utólag. Szerencsére nem, nekem kellett átéljem ezt. Igen. Hát, szóval, hát, igen, menjünk tovább. És hát otthonról elmenekülve csináltam egy kész adósságspirált, és felvettem mindenféle hitelt, hogy el tudjak otthonról költözni. Majd amikor már teljesen függetlenítettem saját magam, mindenki véleményétől és befolyásoltságától, akkor elkezdtem úgymond a hívogató szónak eleget tenni, és elkezdtem a spirituális utamon fejlődni, elindulni. Ezt egy agykontroll képzéssel kezdtem, de ez nem nyújtott igazából nekem eleget, úgyhogy tovább keresgéltem, akkor talált rám a Nyílt Akadémia lehetősége. 2-3 díjmentes előadás után viszont elkezdtem a képzést. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által az életemben ugye egyre jobban tudok bánni önmagammal, mert itt megismertem és megtanultam saját magam képességeit és értékeit. Ezáltal még jobban tudok segíteni másoknak, hogy ők is elkezdjék a saját szellemi fejlődésüket. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, én földmérő voltam, ez a szakmám. Mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Békés Csabán élek feleségemmel és 2 éves kislányunkkal. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni, mert 7 éve tanulok itt, mert nagyon megtetszettek a bemutató előadások témái, amiről és ahogyan beszélt Szerlacsik Miklós. És személy szerint engem az szokott meg a legfőképp, amikor az aranykorról beszélt. Előtte én soha nem hallottam erről a kifejezésről, vagy szóról. És ami még jobban megtetszett, hogy ezt nekünk kell létrehoznunk. Éreztem belül, hogy nekem itt van a helyem, és ezért csatlakoztam a PPA-hoz. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzéseinek hát rengeteg mindent köszönhetek, gyakorlatilag az egész mostani életemet. Itt ismertem meg a feleségemet, aki itt áll mellettem, 4 évvel ezelőtt. Együtt építettük fel a közös házunkat, több PPA-s tanuló és vezető közreműködésével. Egy kis point belecsempészek. Mi nem randizni jártunk, mint a normális párok, hanem építkeztünk. Idézőjelben normális párok. Ez tényleg így volt, elhívott házat építeni. Igen. Tényleg így volt. Igen. Így kezdtünk el összecsiszolódni. Minden szempontból. É,
Lett közös gyermekünk, ugye később, amit mondtam. Igen, aki már 2 éves. És most már közös vállalkozásunk is van. És mindezt 4 év alatt értük el. Az évek során egyre jobban megtanultam bánni önmagammal, párommal, másokkal, és folyamatosan tanulok minden életterületemen, azóta is. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Ez a 2 terület, mivel hogy ellentétes, az úgy értendő, hogy a pénzügyi terület és a szellemiségi terület. Tehát totál ellentét. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Miért fontos kezelni ezt a 2 egy területen, tehát az anyagot és a szellemiséget? Mivel hogy egyrészt anyagból, másrészt pedig egy szellemi részből állunk. Tehát testből, lélekből és elméből. És mindhárommal meg kell tanulnunk bánni. Fejlesztenünk kell folyamatosan. Ezért tévhit az is, hogy elég meditálni, és akkor majd minden megoldódik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Itt a kivetítőn föl szokott lenni sorolva 10 életterület, a mindennapokban használható tudás gyárént értendő elsősorban. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szerlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy örömömre szolgál, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. És hát ugye az is nagy örömömre szolgál, hogyha valaki élőben vesz részt a képzésünkön, ugye az interneten keresztül. Hát remélem mindenki jól hall, jól lát, bízok benne, hogy a tengeren túl is. Bár van olyan tanulónk, mint elhangzott, aki ugye a tengeren túlon él, és most éppen itt van, mármint itt a teremben. Na nézzük, ugye elhangzott itt egy olyan gondolat, hogy szellemiség. Mi is az a szellemiség, jó? Tehát amikor szellemiségről beszélünk, akkor esetlegesen emberek gondolhatják azt, hogy szellemekről szól a szellemiség. Nem hiszem, hogy örülné neki, hogyha mondjuk egy szellemmel éppen találkozná. Nem, mondjuk egy éjszaka. Tehát a szellemiség az a gondolkodást jelenti. Tehát gondolkodás. De most ahhoz, hogy megértsük a gondolkodásunkat, ugye tudnunk kell, hogy igazából hogyan is működik az ember, legalábbis némi nemű fogalomnak kell avval kapcsolatban lenni. Ugye elhangzott itt, hogy 3 dologból állunk, 3 részből állunk. Ugye van a testünk, hát ezt mindenki ismeri. Ugye van egy harmadik rész, amiről most nem beszélek, azt úgy hívják, hogy elme egyébként. És
és van egy olyan részünk, ami által tudunk gondolkodni, és ebben különbözünk, hogy más lénynek ilyen nincs. Ha lenne más lénynek ilyen, mondjuk állatnak ilyenfajta tulajdonsága, működése, akkor ők is tudnának gondolkodni, de mivel nincsen, ezért ugye itt a bolygón az ember tud gondolkodni, és ez a léleknek köszönhető. Tehát hogy van bennünk egy szuper intelligens, értelmes energia, csak valahogy ennek a kifejezésnek meg kellene felelni. Ugye, mert mit említettem az imént? Azt, hogy szuper intelligens, értelmes. Hát sok emberem, mintha nem látszódna ez az, hogy ő szuper intelligens és értelmes lenne. Pedig hát ugye ez az energia lény bennünk, ez egy energia lény. Tehát úgy képzeljétek el, hogy tanultuk fizikából, hogy az energia az nem vészel, csak átalakul, de inkább azt mondanánk, hogy átalakulhat. Mert hogyha nem játszik közre valami olyan dolog, ami miatt átalakuljon, akkor az miért alakuljon át? Világos ez? Tehát nem teljesen jó volt ez a kifejezés annak idején, hogy átalakul, mert átalakulhat. Tehát külső hatás befolyásától ugye átalakulhat. Például, mit tudom én, egy fadarabot meggyújtunk, akkor átalakul az energia, ami a fadarabban van. Jó, tehát, de most nem fizika órát szeretnék, vagy kémia órát szeretnék tartani, hanem ugye arról beszélni, hogy van bennünk egy értelmes energia lény. És hogy honnan származik ez az értelmes energia lény, ezt is jól tudja az ember. Tehát a világegyetemben van egy olyan lény, egy olyan energia lény, amely amikor ő még csak egyedül létezett, akkor a teljes világegyetem energiájával létezett, működött. És akkor a világegyetemben olyan, hogy anyag nem létezett. A világegyetemben csak olyan volt, hogy energia, és teljes egészében ő belőle állt az energia. Érted? És ez az energia lény osztotta meg magát először saját értelméből, a saját értelmes energiájából, osztotta meg magát, és abból lettek a lelkek. Tehát ő, mondhatjuk azt, hogy egy szuper nagy lélek, oké? Egy szuper nagy energia lény, főleg az emberi lélekhez képest, de gyakorlatilag belőle származunk. Tehát az azt jelenti, hogy fogta és tudatosan elkezdte megosztani önmagát. Oké? Tehát nem úgy működött, hogy tudattalanul osztódott, hanem tudatosan elkezdte magát megosztani. És ez a megosztás, tehát hogy elkezdte magát megosztani, ez évmilliárdokon keresztül működött, egészen másfél millió évig. Tehát másfél millió év óta nincs lélek keletkezés, tehát azóta nincsenek új lelkek. Ezért ugye a különböző energialények, értelmes energialények a világegyetemben, ha szaporodni akarnak, akkor úgy tudnak szaporodni, hogy más csoportból elrabolnak lelkeket. Vagy meggyőzik őket, hogy tartozzanak hozzájuk. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy a lelkek tekintetében, az energialények tekintetében, az értelmes energialények tekintetében a világegyetemben nincs egység. Tehát rengeteg fajta értelmes energialény van, ez azt jelenti, hogy
szerkezetben, működésben nem különböznek, de mégis külön csoportokat képviselnek. És attól függ, hogy milyen csoportban tartoznak, de most itt a csoportokat milliárd lelkekre gondolj, tehát ne kevesebbre, hogy hova tartoznak, attól függ, hogy milyen a rezgésük. Hogy magas a rezgésük, vagy kevésbé magas, vagy esetleg alacsony, vagy kevésbé alacsony. Ezáltal rengeteg féle rezgésű csoportosulás található a világegyetemben. Az értelmes energia lényekből. És ugye miért csoportosulás? Pont emiatt, mert az azonos rezgésűek vannak el egymással, vagy a közel azonos rezgésűek. Azok az energia lények, amelyiknek eltér a rezgése a többiektől, az nem érzi jól magát azokkal az energia lényekkel, akiknek a rezgése magasabb vagy alacsonyabb, lényegesen magasabb vagy alacsonyabb. Ha egy kicsit alacsonyabb vagy egy kicsit magasabb, az nem gond. Akkor még az energia lények el vannak egymással. De ha lényeges az eltérés, akkor nincsenek el egymással. Ezt látni itt az emberiségnél is, hogy jó, ha tudod, hogy azokkal az emberekkel vagy igazán jól el, akinek azonos a rezgése, vagy közel azonos a rezgése veled. Világos ez? Azokkal az emberekkel nem vagy jól meg, akiknek jóval magasabb a rezgésük, vagy jóval alacsonyabb a rezgésük, mint a tied. Az emberek rezgése, mivel ugye bennünk van egy energialény, nagyon hasonlatos a többi értelmes energialénynek a rezgéséhez, ami azt jelenti, hogy attól függ egy energialénynek a rezgése, és egy embernek a rezgése is, hogy mennyi problémát élt meg az életében. Ha a problémákat tudta kezelni, akkor jó rezgésű az illető. Ha nem tudta kezelni a problémákat, akkor alacsony rezgésű az illető. Oké? És ezáltal olyan emberekkel tud ellenni, mondjuk egy alacsony rezgésű energialény, egy ember olyan emberrel tud ellenni, aki szintén alacsony rezgésű. Magyarul, ugye ő azért lett alacsony rezgésű, mert nem tudta megoldani a problémáit. Tehát akkor kikkel tud jobba lenni, kikkel tud ellenni? Olyanokkal, akik szintén nem tudták megoldani a problémáikat. Oké? Csak hogy világos legyen ez a dolog. Tehát ugye ez ebből a szempontból nagyon érdekes, mert ez nem csak nálunk működik így, itt az emberiség esetében, hanem a világegyetemben mindenütt, ahol értelmes energialényekről beszélünk. Márpedig ne, hogy valaki azt gondolja, hogy mit tudom én, mondjuk ez a 8 milliárd lélek, amelyik itt van a Földön, ez a szám van a világegyetemben. Ennek a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszorosa van a világegyetemben. Na most, ugye miért nincs további lélek létrehozás, tehát új lélek létrehozás, tehát miért nem szakít ki magából egy lélek darabot ugye a teremtő? Azért, mert minden egyes lélek teremtésével, tehát új lélek teremtésével ő neki kevesebb energiája lesz. Világos ez? De ugye ne gondoljatok túl nagy dologra, amikor a lelkünkről beszélünk, mert egy újszülöttnek a lelke az körülbelül borsószem nagyságú. Oké? És hát sok felnőttnek is sajnos. Na most attól nő az energiája, tehát terjedelme egy léleknek, tehát attól lesz nagyobb a térfogata a térben, hogyha tudást szerez. Minél több a tudása egy
értelmes lénynek, annál terjedelmesebb maga a lélek. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy mit jelent a tudás? A tudás az életben és a mi esetünkben az ember működésére vonatkozó tudást jelenti, amit tudsz használni a mindennapokban. Tehát nem olyan tudást, amit csak időnként tudsz használni, vagy sose használsz, nem lexikális tudásra gondolj, hanem olyan tudásra, amit a mindennapokban tudsz használni. Nézzük, mik azok a dolgok, amit a mindennapokban tudsz használni. Itt vannak. Jó, erről beszélt ugye a házigazdánk Zsolt. Ez az a 10 terület. Ez 10 életterület, hogy az ember képes legyen bánni önmagával, párjával, szüleivel, gyerekeivel, másokkal, a munkájával, a pénzzel, a környezetével, a hatóságokkal és az Istenével. Szóval lényeg az, hogy ha ezeken a területeken az ember tudást szerez, akkor nő a lelke. Azoknak a lényeknek, akik nem emberek, és értelmes energialényekről van szó, azoknak általában jóval nagyobb, jóval terjedelmesebb a lelkük, tehát térfogatra nagyobb, tehát térfogatra nagyobb. Tehát nem ilyen picike, mint az emberé, hanem sokkal nagyobb. Miért? Mert minden egyes ember, mielőtt leszületik, törlik a tudását. Oké? Tehát nem az ember törli, tehát félre ne értsétek, hanem törlik, tehát olyan hatalmas energialények törlik, akik ezt ezzel a technológiával rendelkeznek. De ez a törlés, ez nem törlés, hanem elmentés. Tehát az előző életednek a tudása, az el van mentve. Elment, ha megnézed, egy kicsit elemzed ezt a szót, hogy elment, tehát el van mentve. És van egy harmadik részed, amit úgy hívnak, hogy elme. Nem tudom, összehozod-e a kapcsolatot a kettő között. Tehát az elménk az, amely révén tudunk gondolkodni, mert az elménk a kapocs a testünk és a lelkünk között a gondolkodás terén. És az elménk a kapocs az összes múltbéli információ visszahívására. Ráadásul ugye mi embereknél ez az elme, ez kettős működésű. Van egy ösztönös részünk, és van egy gondolkodó részünk az elmének. Tehát két fél, ugye tudjuk, hogy az agy az két félből áll, ugye, és egy bal agyfélteke, meg egy jobb agyféltek. A jobb agyféltekénk gondolkodik, tehát de azáltal, hogy a lelkünk gondolkodik. Tehát az agy nem képes a gondolkodásra, mert akkor az összes állat, amelyiknek van agya, képes lenne a gondolkodásra. Világos ez? Tehát az agy nem azt a célt szolgálja, hogy tisztában legyünk, hogy gondolkodjunk, hanem az agy azt a célt szolgálja, hogy vezérelje az összes részünknek, minden részünknek a működését. Világos ez? Tehát az agy szabályozza, az agyunk a központi számítógép, ugyanolyan elven működik, mint egy számítógép, amely szintén nem tud gondolkodni. Egy számítógép egy központi működtető szerepet tud játszani, ugyanezt csinálja az agyunk. Mégis azért tudunk gondolkodni, mert van egy lelkünk, amely egy értelmes, gondolkodó energia lény. És amikor ez a kapcsolat megvan a lelkünk és a testünk között, hogy képesek legyünk gondolkodni, tehát ne ösztönből cselekedjünk, akkor gondolkodunk, és a gondolkodásunk alapján cselekszünk. Oké?
most ahhoz, hogy az ember helyesen cselekedjen ezeken a területeken, ez nem velünk született tulajdonság általában, hanem meg kell tanulni. És ha velünk született tulajdonság van ebben, tehát van olyan tudás, ami velünk született, például a szeretet, mégis tud károsulni azáltal, hogy olyan élethelyzeteket élünk meg, ami számodra fájdalmas volt. Tehát bármilyen fájdalom károsítja azt az ösztönös tudást, amit magunkkal hoztunk a születésünknél fogva. Ezáltal sok esetben a felnőttek, képzeljétek el, rosszabbul működnek, mint a pici gyerekek. Mert annyi károsulás érte az alapműködését, tehát az alapműködését az illetőnek, hogy az illető már nem tudja azt a tudást használni, ami vele született. Oké? Erre számos példát tudnék mondani. Amikor itt tanuljuk, tanuljuk azokat, hogy a gyerekek alapból mit csinálnak jól, és a felnőttek nagyon nagy százalékának azt, amit gyerekkorban jól tudott csinálni kisgyerekként, újra kell tanulni. A sérülések miatt. Milyen sérülések miatt? Minden fájdalom, ami valaha ért, fizikai vagy lelki fájdalom, az sérülést okozott. Világos ez? A mai napig is, ha egy fájdalom ér, mindegy, hogy fizikai vagy lelki fájdalom, a sérülést okoz, kivétel, ha van annyi tudásod, hogy megérted annak a történésnek az értelmét az életedben. Ha egy ember a fájdalmat képes megérteni, bármilyen fájdalom legyen, fizikai vagy lelki fájdalom, abban a pillanatban, onnantól, hogy megértette, nem hat negatívan rá az az érzés. Oké? De addig, míg nem érti meg, addig sajnos negatív hatással bír vele kapcsolatban, illetve hatással van rá. Szóval lényeg az, hogy az emberek nem nagyon tanulták, hogy hogyan működik az ember, hogyan jött egyáltalán létre. Azt is tanítjuk, tanítom, hogy hogy kerültünk ide a Földre. Jó? Miért vagyunk itt? Kinek mi a küldetése? Jó? Mi a feladatod? Azt is. Ugyanis eléggé egyedi a küldetésed, és egyedi a feladatod, de nem olyan egyedi, hogy mindenkinek más. Jó? Ezt azért mondanám. Hogy mindenkinek más-más-más a küldetése, de sok embernek gyakorlatilag azonos. Vagy más-más a feladata, de sok embernek azonos a feladata. Tehát az azt jelenti, hogy nálunk tanuljuk azt is, hogy hogyan deríthető ki, hogy kinek mi a küldetése, mi a feladata. Oké? És miért fontos ezt tudni? Ha az ember tudja, hogy mi a küldetése, akkor tudatosan haladhat a küldetése irányába. Mi a küldetés? Az úgy hívják, hogy életcél. Jó? Tehát az egy cél, de életcél. Tehát nem egy olyan cél, hogy hát te akarsz egy párt magadnak. Nem egy olyan cél, hogy akarsz egy lakást magadnak. Azok nem életcélok, azok célok. Világos ez? Tehát az életcél, amire neked törekedned kell, amit el kell érned, és amit gyakorolnod kell az életed végéig. Oké? Gyakorolnod kell az életed végéig. Tehát egy életcél nem olyan, hogy elérted, és akkor kereshetsz másik életcélt. Jó? Tehát nem olyan, mint egy általános cél, hogy elérsz egy célt, és akkor keresel egy másik célt. Az életcél az mindenkinek egy életcélja van. Nincs kettő, nincs három, egy van.
két, de mindenkinek van életcélja. Tehát mindenkinek van küldetése, és mindenkinek tudni lehet, ha tanul itt, hogy mi az élet célja. Jó? És miért kell az élet cél? Mert akkor tudnál boldogan élni az életedben, ha az élet célodon vagy. Érted? Az élet célodon vagy. Na most van mindenkinek egy feladata, az is kideríthető itteni tudással, hogy kinek mi a feladata. A feladat azt jelenti, hogy mivel érdemes, mivel lenne neked érdemes foglalkozni az életed során, ami a küldetésed felé, tehát az élet célod felé visz. Érted? És ha azzal foglalkozol, ami a küldetésed felé visz, azzal éreznéd legjobban magadat. Érted? Tehát azzal a foglalkozással elégülnél ki leginkább. Oké? Okay? Jó? Tehát lényeg az, hogy nem úgy működik az életünk, mint ahogy tanultuk, vagy hallottuk, vagy olvastuk, hanem egy kicsit bonyolultabb, de mégse bonyolult, ha az embernek van tudása. Tehát mégis egyszerű. És most gondold végig, mi egy olyan tevékenységet végzünk, nézzük meg, hogy tudást adunk az embereknek, ez elhangzott a bevezetőbe. Tudást. Milyen tudást? Olyan tudást, amit a mindennapokban tudnak hasznosítani azokon a területeken. Tehát én ezt úgy nevezném, hogy élet és emberismeret. Ezt egy coach képzés keretein belül csináljuk. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Jó? Tehát ezt jelenti. Legalábbis a mi értelmezésünkben. A coach az egy szakma. Ezáltal valaki itt tanul, akkor egy szemeszter elvégzésekor bizonyítványt is kap. Ha elvégzi az összes szemesztert, akkor diplomát is kap. Tehát lényeg az, hogy a coach milyen szakma? Egy ember és életjobbító szakma. Tehát amikor egy coach coachingol, akkor az a dolga, hogy az ügyfeléből kihozza a legjobbat és a legtöbbet. Világos ez? Tehát a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a coach-sal hol találkozol általában? Mondjuk nézel egy foci meccset, azon kívül, hogy valakit úgy hívnak. Tehát nézel egy foci meccset, vagy mondjuk egy kézilabda meccset, tehát ahol csapatjáték van. És ki szokták írni, hogy edző, coach. Tehát angolul az edző, az coach. Oké? A szó, nem tudom, tudod-e, hogy honnan ered? A szó az, hogy coach, a kocsi szóból ered. A kocsit pedig Kócs községben találta fel egy bognár. Oké? Okay? Képzeljétek el. Tehát Kócs községből származik a szekérnek az a változata, ami felépítményt kapott, és kocsi lett belőle. Egy bognár, vagy kádár, ilyen kádár bognár találta ki az egészet, és az hozta létre a felépítményt. Jó, és a világon így terjedt el, hogy kocsi, és az angolba coach szóként van jelen. Jó, tehát ez innen ered ez a szó, csak hogy világos legyen. Ennek egyébként utána járhatsz, tényleg így van. Tehát ez nem nagy képűség részünkről, hanem ez magyarok részéről, hanem ez tényleg így van. Szóval, a coach ugye egy szakma, mint az imént említettem, és embereket tud jobbítani. Hát nehéz úgy jobbítani, ha te nem válsz jobbá. Érted? Mit jelent az, hogy jobbá válni? Hát itt benne van, nézd, de itt van a szó, hogy képes legyél az önzetlen szeretetre. Érted? Tehát ne érdekből szeress
szeresd az embereket. Érted? Tehát ne érdekből, hanem azért szeresd, mert ember. Jó? És akkor ugye lehetne végigmenni itt a szeretet kérdésen, vonatkoztatva az állatokra, a növényekre, tárgyakra, stb. Stb. Az ember az egyetlen lény a Földön, amely a legszélesebb körben képes szeretni. Tehát gondold végig még azt is, szeretem ezt a jó levegőt. Oda is belerakod, hogy szereted. Érted? Tehát az ember még a jó levegőt is képes szeretni. Tehát bármit képesek vagyunk szeretni, amit akarunk. Oké? És az a jó, hogyha a szeretetet úgy vagy képes működtetni, hogy érdek nélkül. Érted? Tehát amikor szívből tudod mondani azt, hogy szereted. Nem azért, mert egy érdek húzódik mögötte. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogyha az ember emberként akar működni, akkor gondold végig, úgy születik egy gyerek, hogy amikor megfogan előtte, kitörlik a tudását. Elmentik természetesen, de az elméjéből kitörlődik. És ha olyan a lélek, képzeljétek el, tehát a lélekből törlik ki, olyan a lélek, hogyha kitörlik az összes tudást, akkor egyetlen egy dolog marad a lélekben, a feltétel nélküli szeretet. Képzeld el? Tehát a gyerekek fogantatásuknál fogva feltétel nélküli szeretettel bírnak. Kivétel ugye abban a 9 hónapban, hogyha az édesanyja sok viszontagságot élt meg. Tehát sok zaklatottságon kellett, hogy átmenjen. Mert már akkor sérül a gyereknek a feltétel nélküli szeretete. És minél több zaklatottságot él meg majd, mikor már kibújt az édesanyjából, természetesen annál nagyobb sérülést szenved el a feltétel nélküli szeretet. Na most, ha az ember embereket tanít, és embereket akar fejleszteni, mint amit én csinálok, akkor ahhoz feltétel nélküli szeretetre van szükség. Tehát egy csodálatos dolgokat fedeztem fel avval kapcsolatban, hogy hogyan működik az ember. Ugye én emberekkel foglalkozok 87 óta, 91 óta van saját csapatom, és 93-tól tanítok, vezetek embereket. És ugye azóta sok tízezer ember képzésében vettem részt, ilyen-olyan formában. És ugye azzal, amivel most foglalkozunk, ugye 12 évvel, most már 13 évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni. Tehát ugye ezt azért mondom, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ugye én régóta tanítok embereket, de soha nem tanítottam érdekből. Tehát soha. Tehát amikor én elkezdtem bármilyen területtel foglalkozni, mondjuk 91-től, azért foglalkoztam vele, mert azzal a területtel, amivel foglalkoztam, avval a szolgáltatással mondjuk, emberekkel lehetett segíteni. Érted? Tehát nem azért kezdtem el csinálni, már akkor sem 91-ben, hogy mint a legtöbb ember, aki valaminek nekifog, amiben esetleg pénz is van, hogy pénzt keressek. Nem. Hanem azért, mert én azt láttam, hogy azzal a szolgáltatással lehet embereken segíteni. És lehetett is. Utána mindig olyan dologgal foglalkoztam, amivel lehet embereken segíteni, és ez tudod, hogy működött? Hogy ezáltal mindig meg tudtam teremteni azt az anyagi dolgokat, amire nekünk szükségünk volt. Érted? De nekem soha nem volt célom a pénz. Soha. Oké? Tehát ezáltal ugye én azt a tapasztalatot tudom elmondani, hogy milyen jól tud működni
hogyha az ember nem magáért tevékenykedik, hanem másokért. Érted? És ez úgy működik, hogy mivel ugye mi értelmes energia lények vagyunk, és nem akárhogy születtünk, hanem rendezték a születésünket, ezt én úgy nevezem, aki rendezte, hogy teremtőm, és ugye mindenkinél ugyanez a helyzet, hogy van egy teremtője, és ezek a teremtők, ezek egy felsőbbrendű lények hozzánk képest. És ha szeretet alapon működünk, akkor segítségünkre vannak, ezt én megtapasztaltam, és nem csak én, hanem a többiek is megtapasztalták, akik hasonlóképpen kezdtek el működni. Tehát az azt jelenti a szeretet alapon működés, hogy a magunkat egy kicsit háttérbe helyezzük, és az embereket előtérbe. De nyilván azokat, akik megérdemlik. Oké? Tehát akik visszaélnek a szereteteddel, azokkal nem. Oké? Tehát mi egy olyan közösségben vagyunk, ahol az emberek egy lelki fejlődésen mennek át a tudás révén. Megmutatom, mit jelent a lelki fejlődés. Ezt jelenti. Jó? 7 szintje van a lelki fejlődésnek. És a legtöbb embert ide lehet bekategorizálni a túlélés szintjére. Kevesebbet a biztonság szintjére, még kevesebbet a valahova tartozás szintjére, stb. Stb. Az egy lelki fejlődés, hogyha az ember ezeken a szinteken van, nem a legalsó szinten. Jó, tehát a legmagasabb lelki szint az a beteljesülés szintje. Ezekről szoktam itt a díjmentes részben is beszélni, most nem megyek ebbe bele. Jó, de nagyon érdekes, mert nézzük egy kicsit tovább, mert idáig a 6. lelki szintig fel lehet jutni ebben a társadalmi formában. Hát hogyha odafigyelsz, ha hagyod magadat nagyon negatívan befolyásolni, hát akkor nem jutsz fel oda sose a 6. lelki szintre. Legalábbis ebben az életben biztos. Ha feljutsz a 6. lelki szintre, akkor megnyílik a lehetőséged arra, hogy bekerülj az aranykorba. Ugye ide visszamegyünk. Az aranykornak 2035-re kell megvalósulnia. Mi az aranykor? Ugye házigazdánk megint csak beszélt, ugye Zsolti beszélt erről, ha jól emlékszem. Aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomás, mert nincsenek elnyomók. Oké? És az emberek akkor tudnak fejlődni, ha nem kapnak elnyomást. Mert egy ember mikor tanul, és közben elnyomást kap, akkor addig, amíg az elnyomást tart nála, elveszíti, hogy tehát egyszer nem emlékszik a tudásra, nem jut eszébe, hogy neki van tudása. Oké? Tehát az elnyomás az lelki vagy fizikai fájdalmat okoz. Minden betegség, itt ami van a Földön, elnyomás következménye. Jó? Tehát minden betegség. Tehát mikor valaki megbetegszik, ha nem kaptál volna elnyomást, nem betegedtél volna meg. Világos ez? Tehát az elnyomás az egy nagyon nagy probléma az ember életében. Az elnyomás hozza létre a félelmet az emberben. Ha nem kaptál volna életedben elnyomást, semmitől nem félnél. Nem lenne benned félelem. Oké? Tehát az elnyomások hozták létre. Mit jelent az elnyomás? Az lehet fizikai cselekvés révén történt elnyomás, tehát valaki, mit tudom én, neked fizikai fájdalmat okozott, vagy lelki elnyomás. Tehát olyat mondott, ami neked rosszul esett. Oké?
és ezek a fizikai vagy lelki elnyomások, tehát egy betegség is elnyomás, tehát amikor fájdalmad van, mert beteg vagy, az is egy elnyomás. Ezek az elnyomások, ezek létrehozzák az emberben azt, hogy féljen. Érted? Féljen. És a félelem, ott van benne, hogy az egy fél elem, nem teljes elem, az egy fél elem. Egy olyan dolog, ami az emberiség legnagyobb problémája. És ha egy ember fél, és ezt tudják olyan emberek, akik ehhez egy kicsit is értenek, hogy milyen akkor egy ember, amikor fél, akkor kihasználhatják ezt a félelmet az ember manipulálására. Oké? Ezt ugye Sigmund Freud kezdte el tanulmányozni, és komoly tudományt csinált belőle, és onnantól ezt a tudományt rengetegen kezdték el folytatni, és ugye ő az 1800-as években élt, és onnan indult ez a tudomány, hogy megismerjék az emberi elme működését, és akik ismerik az emberi elme működését, például a pszichológusok, pszichiáterek, azok sok esetben nem jó célra használják a tudást, hanem arra használják, hogy olyan tanácsokat adjanak a, mondjuk a hatalmi elitben résztvevőknek, hogy hogyan tudják a félelemre alapozva manipulálni az embereket. A manipulálás azt jelenti, hogy az emberek azt csinálják, amit ők akarnak. Világos ez? És ezt ugye elég jól látott, főleg ebben a három évben. Jó? Tehát 2020-tól. Szóval, lényeg az, hogy ha az ember nem jól kezeli az életét, mert nem ért azokhoz a dolgokhoz, ami az élet és az ember működéséhez szükséges, akkor az ember nem tud boldog lenni. Tehát a boldogság az nem a szerelem. Érted? A szerelem az mulandó. A szeretet az nem. Ezért ugye nagyon sok ember azt gondolja, hogy boldogság egyenlő szerelem. Ezért mindig újabb és újabb szerelmet keres, mert a szerelem az mindig elmúlik. Oké? A boldogság azt jelenti, hogy te nagyon jól érzed magad a bőrödben. Ezt jelenti. Érted? Az nem boldogság, hogyha neked arra van szükséged, vagy bárkinek arra van szüksége, hogy mondjuk szórakoztassanak. Érted? Tehát egy boldog embert nem kell szórakoztatni, mert ő jól érzi magát. Azt kell szórakoztatni, aki nem érzi jól magát. Nem tudom, elég világos voltam-e. És ha ma megnézed, a legtöbb embert szórakoztatni kell. És azért, hogy szórakoztassák, pénzt ad ki. És erre egy üzletet, hatalmas világméretű üzletet építettek rá, hogy az embereknél elérték azt, hogy olyan állapotban legyenek, hogy ne legyenek jó hangulatban, hogy szórakoztatni kelljen őket, és ráépítettek egy szórakoztatóipart. Világos ez? És a szórakoztatóipar az nagyon-nagyon sok dollár, milliárdot hoz a résztvevőknek, akik a szórakoztatóiparban részt vesznek. Oké? Tehát régen az emberek egyszerűen jól érezték magukat egymással. Nem kellett őket szórakoztatni. Érted? És onnantól indult el, hogy az embereket szórakoztatni kell, mikor elkezdték arra manipulálni az embereket, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban legyenek. Honnantól van ez?
onnantól, mikor elindultak a hírek. Oké? A hírek. A híreken keresztül el lehetett érni, hogy az emberek olyan hírekről is informálódjanak, amihez ennyi közük sincs. Mert addig milyen hírekről informálódtak? Hát amit a szomszéd mondott, vagy éppen a környezetében élő valamilyen ismerős mondott, ennyi volt a hír. Nem volt más hír. Mit tudom, az, hogy mi volt 50 kilométerrel arrébb, halvány lila dusztjuk nem volt róla. Érted? Én ismertem olyan embereket, aki mit tudom, 30 kilométernél távolabb nem hagyta el a faluját, érted? Soha nem volt kórházban, és mit tudom én, majdnem 90 évig élt. Érted? Nem mostanában találkoztam ilyen emberekkel, hanem még gyerekkoromban. Érted? Tehát ami azt jelenti, most gondold végig, hogy milyen hírek. Hol voltak hírek? Újságba kezdetben, utána rádió, utána tévé, utána internet. Jó? És azóta, mióta vannak hírek, lehet az embereket tömni rossz hírekkel. És ugye tudják, mert rájöttek a, ugye Sigmund Freud által elindított pszichológia, pszichiátria rájött arra, ugye, hogy, hogy a rossz hírekkel milyen hatást érnek el az emberekben, azért, mert az emberek érzelmes lények. Minden emberben vannak érzelmek. Ha csak nem, ölik ki belőle az érzelmeket. Mert ezt meg lehet csinálni, hogy kiölik az emberből. Nem sok ilyen ember van, akiből kiölték, úgy az emberiséghez képest, de vannak ilyen emberek. És az ember az egy érzelmes lény, és hat rá a negatív hír. Persze a pozitív is, de a hírekben általában pozitív hír nincs. Vagy csak nagyon ritkán van. Gondold végig. Tehát ami azt jelenti, most mit tudom, hogy hallasz mondjuk 10 negatív hírt, egy pozitívat, nyilván az az egy pozitív nem fogja ellensúlyozni a 10 negatívat. Érted? Nyilvánvaló. Ráadásul az ember hangulata úgy működik, hogy biztos megfigyelted, hogy sokkal könnyebben lesz bárki hirtelen rossz hangulatú, mint hirtelen jó hangulatú. A hirtelen jó hangulat az nagyon elvétve működik, a hangulata az embereknek általában fokozatosan emelkedik. De leromlani a hangulat az egy pillanat alatt le tud. Egy pillanat alatt, akár egy jó hangulatú ember is képes arra, hogy egy pillanat alatt akár sírás szintjére lesz süllyedjen. Érted? Tehát bánat szintjére. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye rájöttek arra, hogy az ember az egy manipulálható lény az érzelmei által, ezért tömni kell őket rossz hírekkel. És akkor is hat rá, hogyha semmi köze. Oké? Sőt, arra is rájöttek, hogy még jobb, ha úgy működtetik a híreket, hogy az ember lássa is. Tehát, hogy illusztrálják. Tehát ne csak hallja, vagy ne csak olvassa, hanem lássa is. Ugye, amikor csak olvasta, akkor raktak oda a képeket. De amikor már ugye tévé lett, akkor már ugye videón is láthatták az emberek a borzalmakat. Oké? És ez azt jelenti, hogy még nagyobb hatással bírt az emberekre, mert az ember az egy érzelmes lény. És ez azt jelenti, hogy a negatív hírekre az ember rosszabb hangulatba kerül, mint előtte volt. És ha sok negatív hír van, az érzelmi beállítottsága miatt ugye egyre rosszabb és rosszabb hangulatba lesz. Aztán majd visszajön, mikor elfelejti azokat a híreket, érted? De minél többször vannak hírek, annál jobban, és ismétlik a híreket, annál jobban nem felejti el. Világos ez? És ez úgy működik, hogy szépen elérték, hogy az emberek rossz állapotban legyenek, tele legyenek félelmekkel. Érted? Most mondok egy példát a félelmekre.
Az én gyerekkoromban olyat hallottunk csak, hogyha forgószélről beszélünk, akkor azt úgy hívják, hogy orkán. És az orkán, tehát mikor azt mondták, hogy orkán erejű szél, az nem szedett le, mit tudom, nem szedte szét a házakat, nem csinálta azt, mint mondjuk a Amerikában a tornádó, érted? Nem csinálta azt. Tehát ott egy magyarországi orkán az töredéke sebességgel működött, mint a mondjuk az amerikai tornádó. De már elkezdték azt mondani a forgószélre, hogy Magyarországon is tornádó van. Érted? Így van. Mert ugye hallották, hogy Amerikában micsoda pusztítást tud okozni a tornádó, érted? Na hát akkor mondjuk azt, hogy Magyarországon is van már tornádó, hadd féljenek az emberek attól, hogy netán-tán tornádó jön. És akkor sőt már fényképeket is adnak be róla, hogy mit tudom, megfigyelték, hogy mit tudom, itt és ott tornádó volt Magyarországon, mert lefényképezték a forgószelet, érted? Tehát lényeg az, hogy nálunk soha nem lesz olyan tornádó, mint az USA-ba. De az emberek el lehet hitetni az, hogy lesz. Érted? És ez csak egy példa volt, és kismillió ilyen példát lehetne mondani, hogy hogyan manipulálják az embereket, hogy féljenek. Tehát minél jobb és több félelme, minél jobban fél egy ember, minél több félelme van, annál könnyebben manipulálható. Jó? Tehát annál könnyebben elérhető az, hogy a félelmeink keresztül azt csinálja, amit akarnak, hogy csinálj. Érted? Így működünk. Ez nem egy csoda, ez nem egy mit tudom, olyan dolog, ami misztikus, ebben semmi misztikusság nincs. Az emberek így működnek. Érted? Így működnek. Na most itt egyetlen egy megoldása van az embernek, hogy mennyire képes ellenállni a híreknek. Mennyire képes átlátni mondjuk a valóság tartalmát a híreknek, ha netán-tán híreket néz vagy hallgat. Vagy nem néz híreket, vagy nem hallgat híreket, ez a másik megoldás. Érted? Ha még nem tudja ugye átlátni ezeknek a híreknek a valóság tartalmát. Tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és honnan vesszük ezt a határidőt? Nekem van fentiekkel kapcsolatom, oké? És ezt a dátumot ők írták elő. Azt mondták, hogy szeretnék-e, ezt nem most, nem tudom én, 10 évvel ezelőtt, szeretnék-e, elmondták mi az aranykor, szeretnék-e ebben részt venni, hogy létrehozzuk az aranykort, én meg azt mondtam, hogy igen. Ugye erre kiválasztottak, én nem ismerek még egy embert a bolygón, akit kiválasztották a szervezetével, hogy csináljon ilyet, hogy hozzuk létre az aranykort. Az aranykor az egy olyan társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók. Arról, hogy ne legyenek elnyomók, ők gondoskodnak. Hiszen ők a halálnak és az életnek az urai. Jó? Tehát életnek és a halálnak az urai. Tehát az, hogy ki mikor hal meg, az gyakorlatilag tőlük függ. Jó? Kivétel, ha valaki öngyilkos lesz. Az meg nem ajánlott, hogy öngyilkos legyen. Jó? Mert az egy gyilkosság egyik fokozata. Szóval, lényeg az, hogy az aranykor arra való, hogy beteljesítsük, nézzük csak mi az, hogy beteljesülés. Beteljesítsük, ott van a beteljesülés, amiért itt vagyunk a Földön. Azért vagyunk itt a Földön, hogy visszakerülhessünk, tehát annyi tudást szerezzünk egy élet során, hogy visz egy élet során, nem kettő, meg nem három élet során, mert leszületés előtt mindig törlik az előző életi tudásodat. Ezáltal nem adódik össze. Bocs, ez van. Vagy eléred egy élet során azt, hogy annyi tudást szerzel, hogy egy magasabb létformába kerülhess, visszakerülhess a magasabb létformába, ahonnan jöttél, vagy nem fogod megcsinálni. És akkor újra inkarnálod.
Az inkarnálódás azt jelenti, hogy újra beszülett egy olyan fajta emberi létformában, ahol előtte törölték a tudásodat, ahol megint felajánlják, felajánlották, hogy egy élet során elérheted azt, hogy annyit tanulj, hogy bekerülhetsz a felső létformába. Ha ezt megint nem csinálod meg, akkor megint inkarnálodsz. És addig inkarnálodsz, amíg egy élet során nem éred el azt, hogy felkerülhess a felső létformába. Na most erre lenne egy nagy segítség egy olyan társadalom, ahol nincs elnyomás, ahol nincs félelemkeltés, ahol nincsenek negatív hírek, stb. Stb. Ahol nem csesztetnek az emberek téged állandóan, ahol nincs főnök, nincs beosztott, mindenki tudja, teszi a dolgát, mindenki szeretett alapon működik, érted? Egy ilyen társadalom. De ahhoz, hogy bekerülhessen az ember egy szeretett alapú társadalomba, előtte már tanulni kellene. Érted? 2035, visszamegyünk. Ugye 2035 az azt jelenti, hogy ha intenzíven tanul valaki, akkor egy teljes tanulási ciklus az 9 év. Az 9 év. Az azt jelenti, hogy 9 évente fordul meg ugyanaz a képzés. Tehát 9 éven keresztül más-más képzést tanulsz. Érted? És 9 évente megfordul. Na most nyilván, hogyha az ember többször tanulja ugyanazt, hát már sokszor nem lehet 35-ig, mert ugye addig van hány év? 12. Tehát ami azt jelenti, hogy már csak egy harmadot tud az ember pluszba még tovább tanulni ugye ebben az időszakban. De a 9 év az alkalmas arra, hogy az ember hozzájusson ahhoz a tudáshoz, hogy képes legyen szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal. Oké? És most gondoljátok végig, ez azért nagyon fontos, mert nem ijeszgetés, hanem én tudom a fentiek tervét. Tehát meg kell csinálni az aranykort, mert netántán nem lenne aranykor a bolygón, akkor sajnos ezt a bolygót el kell tüntetni. Nem vicc. Ez a bolygó ebben az állapotában, ahogy most van, az emberek miatt útba van az univerzum ezer részén. Útba van neki. A rezgésünk van útba. Az alacsony rezgésünk van útba. Világos ez? Tehát az emberiség rezgése, az főleg ebben a három évben óriásit zuhant. Óriási zuhant. Előtte is fokozatos zuhanás volt, mióta az eszünket tudjuk, mi, akik már több időt éltünk meg. Érted? Azóta az emberiség rezgése csökken, 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 csökken. Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberiség rezgése a 70-es, 80-as évek közepétől csökken. Tehát 70-es évek vége, 80-as évek közepe. Től folyamatosan csökken. Tehát onnantól. És ez a csökkenő rezgés, ez nagyon nagy gond a fentiek számára. És ezért kell egy aranykor, ahol az emberek rezgése felemelkedik, illetve addig is, ugye a tanulás révén az emberek rezgése emelkedik. Ezt látjuk az itt tanulók által, hogy emelkedik a rezgésük. De szó szerint ért. Tehát az azt jelenti, hogy minél jobb egy embernek a rezgése, annál teremtőbb az élete minden területén. Érted? Tehát minél alacsonyabb egy ember rezgése, annál bénább az élet területein. Minél jobb, magasabb a rezgése, annál teremtőbb. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy teremtőként tud működni, igaz? Teremtőként tud működni a saját élet területein. És ugye megnézed még egyszer ezeket az életterületeket, de ezek elég fontos életterületek mind. Ugye sok olyan ember van, aki teljesen ilyen anyagba zárt, és akkor ugye mintha a tizedik pont az nem létezne számára. Na most gondold végig, melyik a jobb?
anyagba zárt emberként nem hiszel abban, hogy kaphat segítséget innen. Vagy ha elkezdesz hinni, és kapsz segítséget, amelyik a jobb? Ha te úgy döntesz, hogy neked nem kell a segítség, mert egy szuper ember vagy, és akkor egóval létezel, hogy majd szétdurran a fejed, akkor kösz szépen, nincs rá szükségünk. Oké, kösz szépen, nem kérünk belőled. Ilyen egyszerű. Jó? De tudsz egy kicsit szerényebb lenni, és tényleg, tudsz egy kicsit szerényebb lenni, és elhiszed azt, hogy tudsz segítséget kapni olyan nálunknál még intelligensebb lényektől, érted? És ezáltal könnyebbé tud válni az életed, akkor lehet, hogy épp itt az ideje, hogy higgyél. És ne hidd el azt, amit mondanak, hogy egy életed van és egy halálod, érted? Na most megnézzük ugye egy kicsit a történelem, én imádom a történelmet, világéletemben szerettem, ezért ugye minden ilyen történelmi dolgok érdekelnek. Gondold végig, az emberiség nagy része az úgy gondolkodott évezredeken keresztül, hogy nem egy élete van és egy halála, hanem igenis újra születik. Érted? A bolygó nagy része még mindig ezt hiszi. A bolygón élők nagy része még mindig ezt hiszi. A kisebbik rész nem ezt hiszi, a fejlett civilizációi emberek, népek, azok, ahol elérték, hogy a darwini elmélet működjön. Oké? És hogy elhiggyék azt, hogy egy élet van és egy halál. Most gondold végig, ha egy élet van, egy halál van, ha ezt az emberek elhiszik, akkor mindent ebben az életben akarnak megélni, és ezért mindent kihasználnak, a hitelt is, hogy ezt megtehessék. Ha ez nem így lenne, akkor nem látnád azt, hogy mennyire el vannak adósodva az emberek és az országok. Oké? Tehát azért adósodnak el az emberek és az országok, hogy mindent megéljenek az emberek egy élet során. Miért kellene mindent megélni? Erről a múlt előadásban, a díjmentesben beszéltem, ha emlékeztek, hogy mi lenne a legfontosabb ebben az életben, emlékeztek? A kiváló emberi kapcsolatok. Ha neked kiváló emberi kapcsolataid lennének, akkor te egy boldog ember lennél, érted? És meg lenne mindened. Mindened, a kiváló kapcsolatok révén minden, amire szükséged van, azt meg tudod teremteni. Érted? És itt tanítjuk azt, hogy hogyan érheted el a kiváló emberi kapcsolatokat, hiszen másképp nem tudunk bekerülni az aranykorba. Érted? Tehát egy kulcskérdés a kiváló emberi kapcsolatok az ember életében. És mindig azok az emberek, akiknek kiváló emberi kapcsolataik voltak, azok az átlag fölött éltek minőségben, életminőségben. És most nem feltétlenül az anyagi életminőséget mondom, hanem az, hogy hogy érzik magukat a bőrükben. Érted? Tehát kínálunk neked egy lehetőséget, egy boldogabb életre, egy jövőkép, vissza megint ide, és ez egy csúcs dolog, gondold végig, korszakot alkothatunk. Hol hallottál ilyet, hogy a szüleid korszakot alkothattak, vagy a nagyszüleid, vagy a dédszüleid, vagy bárki? Hol hallottál ilyet? Egy se alkothatott korszakot. Egy se. Mi viszont egy korszakot alkothatunk. Egy új korszakot ezen a bolygón. És a jövendőlésekben, tehát úgy hívják, hogy proféciák, több ilyen proféciát olvastam, az van benne, hogy a Kárpát-medencéből indul el a tudás, a magasabb rendű tudás az emberiség számára, méghozzá a maguraktól. A maguraktól.
Hát azok meg akárhogy nézzük, a magyarok. Oké? Tehát a magurak, azok ugye sok ezer évvel ezelőtt azt vállalták, hogy egy magasabb rendű tudást visznek el az emberiség számára, és ezt részben teljesítették is akkor. Részben nem, mert megakadályozták, hogy teljesítsék. És a magurak többsége itt él a Kárpát-medencében. Oké? És a magur az egy, gyakorlatilag a magyar abból származik, a magurból. Magur kifejezésből. Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Oké? No, hát ennyi. És ezt beteljesítjük, ezt a jövendőlést, ezt a jóslatot, ha benne akarsz ebben lenni, hogy korszakalkotás. Jó? Tehát itt nem várhatunk arra, hogy másként megoldódik az emberiség léte. Az emberiség léte úgy oldódik meg, hogy minden egyes ember fejlődik. Érted? Méghozzá tudatosan fejleszti magát. Csak így. Sehogy másként. Minél jobban elbutulunk, elhűlünk, ennek az emberiségnek annál rosszabb. Világos ez? Most nyilván megint az egyénről beszélek. Márpedig, ha megnézed, igen-igen elbutulás és elhűlés van. Igen-igen. Tehát ennek az ellentéte a saját személyes fejlődés. Mondhatjuk azt, hogy a személyiségednek a fejlődése. Arra a szintre, hogy beteljesíthesd a küldetésed, amiért itt a bolygón vagy. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkósnak a mai bemutató díjmentes tudatosságfejlesztő előadást. Nagyon sok hasznos információ volt ismét. De vajon mi lehet a folytatásban, a kócsképzésben, ahol módszereket is hallhatunk és kaphatunk? Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a kócsképzést, és azóta is itt tanulok. Számomra ez egy etalon előadás volt, főleg az aranykor miatt. Nagyon, nagyon imádom ezt a témát. Azt javaslom neked, hogyha tetszett az előadás, és egyetértesz azokkal, amiket hallottál, szeretnéd jobbá tenni a bolygónkat, akkor gyere te is tanulj a Nyílt Akadémiához, Szedlacsik Miklós mesterünkhöz. Garantálom, hogy nem fogod megbánni. Az első havi tandíj 19.700 forint, a második hónaptól pedig mindössze 9.800 forint, 3 év jár garanciával. Március 1-től tandíj emelés lesz. Az első havi az nem fog változni, a második hónaptól lévő fog 12.500 forintra emelkedni. Tehát minél hamarabb gyere tanulni. Ez egy ilyen inspiráló gondolat volt most. Ilyen minőségű az ember és az élet működésének az összes területét átfogó komplex tudást ilyen minimális összegért nem fogsz találni sehol. Sehol sem. Nyugodtan keresgélsz az interneten. Ahol ráadásul az a célkitűzés, hogy bevigyük az embereket az aranykorba. Ennél magasabb, rendű és fontosabb cél nincs jelenleg a bolygón. A szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Ennek ellenére én mégis azt ajánlom neked, hogy mélyen gondolkozz az elhangzottakon, ne dönts el, ha markolottam, mérlegelj. Hogy mennyire van szükség az embereknek a lelki fejlődésre. Arra, hogy olyan tudásra tegyenek szert, amivel rendbe tehetik a saját és mások életét. Akik már tanulók, azok pedig
kattintsanak át a képzései menüpontban a jelen havi élő fülre, és ott tudjátok tovább nézni a coachképzést, amit 30 perc szünet után folytatunk. Mielőtt még elköszönnénk, szeretném megköszönni, hogy a mai heti képzés házigazdái lehettünk, és mit akartam mondani? Nem tudom. Mindig oldja a feszültségemet, hát nem jól csinálja. Köszönjük szépen! Sok sikert kívánunk mindenkinek, mindenkit szeretünk. Sziasztok! Sziasztok!